Sziasztok! Legújabb tartós tesztmotorunk a Honda CRF 1001L Africa Twin. Egy DCT, tehát dupla kuplungos, automata váltós motort kaptunk tartós tesztre. Jelenleg 6500 km van benne. Ebből egy 1500 autópályán, illetve autóúton tettem már bele. Úgyhogy főleg így mentek bele a kilométerek. 4000-rel hoztuk el egyébként a Hondától. Az utóbbi 700 km-ben főleg autópálya ment bele. Egy 500 km a maradék, az mondjuk maradék 200 az városi. Így a fogyasztás az ilyen 5-6 lett. Úgyhogy nem téptük annyira neki, tehát viszonylag a szabályok betartása mellett használtuk. Nyilván, hogyha nagyobb autópálya tempó van azért, akkor inkább 6 körül. A városban is próbálgattam még tehát a különböző üzemmódokat, ugye főleg urbánban találtam meg a számításaimat, de ott is egyébként néha ugye ez a dupla kuplungos automata arra törekszik, hogy minél hamarabb fölváltson. Tehát többször belefutottam vele, főleg az elején, hogy rakta föl hatodikba ilyen 50-nél, meg 52 km per óránál, ami annyira nem jó. Jól jön, hogy bele tudunk ugye nyúlni, és akkor manuálisan forgalomtól függően fixen lehet tartani ugye 2-3-as fokozatba. Nagyon jó a térszög, kényelmes az ülés egyébként, és a konuszos kormány tök jól kézre áll. Szerintem ez 2 méteres magasságú emberek biztos, hogy kényelmes és elfér, mert azért nézzétek meg, ennyi hely van itt a térnek, tehát aki tényleg egy nagyobb darab, annak se lesz itt teljesen fönt, tehát teljesen jó. 350 kilométert egy húzamba simán le lehet vele menni, megállás nélkül, nem fáradsz el rajta. Nagyon jó utazó motor, két személlyel is, tehát autópályán a 150-160 meg se kottyan is, még ilyen 5000-et forog hatodikba mondjuk. Ami tök jó még, hogy a rögzítőfék, az ugye itt van, az nincs túl gondolva, és tök könnyen ki lehet oldani. Legfontosabb dolgok, az erről is leolvashatok, hogyha borulás esetén sérülne ez a színes LCD panel. Ami nem tetszett és negatívumként említeném meg, hogy hátul itt minden műanyag, nincs rajta egy jó fogási pont, hogyha a motort így mozgatni akarjuk igazából, tehát akkor ide le kell nyúlni, mert ez az, ami itt fix, a többi meg itt mind műanyag, illetve hogyha a csomagrögzítéshez ezt az idomot ki kell cserélni, hogy a gyári dobozokat föl tudjuk rakni, és tehát, hogyha egy gumipókkal szeretnék valamit mögém rakni, akkor is itt igazából keresgetni kell, hogy mibe akasztom, mert itt a hátulján kevés a lehetőség, inkább ide előre lehet lehúzni a vászhoz. Egy negatívum, ez a kormánykapcsolónál, ez a sok gomb, tehát ez konkrétan egy gomberdő, mondjuk úgy, hogy megszokást igényel. Először az indexet bevallom, hogy keresnem kellett, mert rögtön ide nyúltam, de ez ugye ez nem az, tehát az index az itt alul van. Összességében az eddig eltöltött 2500 km alatt elégedett vagyok egyébként a motorral. Ezt a gomberdőt már lassan megszoktam. Én mindenképp azt javasolnám, hogy aki ilyen motorba gondolkodik, próbáljon ki először egy sima manuális váltósat is, és akkor utána a DCT-set, hogy legyen összehasonlítási alapja. Olvassátok a részleteket a Motor Review magazinban, hamarosan pedig keményebb terepen is ki fogjuk próbálni az Africa Twin-t. Egy igazi szakértővel, Svoboda Bencével fogjuk igazi hard terepen kipróbálni, hogy mit is tud.